A Kárpátalján, Ukrajnában kialakult helyzetet követően nagyon sokan elszegényedtek és szinte már a megélhetésért küzdenek. A Magyar Református Szeretetszolgálat egyike azoknak a szervezeteknek, amelyek adományt gyűjtenek a számukra. Az Óbecsei Fokos zenekar is csatlakozott az akcióhoz. Nagyon fontos, hogy ne csak a saját vidékünkön tartsuk tiszteletbe a hagyományainkat, a magyarságunkat, hanem máshol is tegyünk érte. Jelen pillanatban ugye Kárpátalján, az ottani magyar testvéreinknek kell segítenünk, ahogy csak tudunk, mindenféle adománnyal, hogy kitartást közvetítsünk nekik is, összetartást, hogy túléljék ezt a helyzetet. Olyan helyzet alakult ki Kárpátalján, ugye, hogy fontos lenne az adománygyűjtés, és hogy minél többen, amit csak tehetnek, adjonak, és fontos, hogy ez a fiatalok között is így elterjedt, és ugye a Fokos zenekar ezt így meg tudta szervezni, reméljük, hogy minél többen eljönnek, és tényleg nagyon sok adomány összejön. A zenekar egy táncház keretén belül fogadta az adományokat, illetve a belépőből befolyt összeget is a rászorultaknak küldték el. A délvidéki embernek nem kell túl messzire visszanyúlni a múltjában ahhoz, hogy hasonló helyzettel találkozzon, ugyanis a 90-es évektől kezdve több háborúban is részünk volt, hogy így mondjam. És tehát az együttérzés az úgy gondolom, hogy alap dolog itt nálunk, és ezért érezzük úgy, hogy segíteni kell, illetve a magyar nemzet egészének a fontosságát szeretnénk ezzel mi is hangsúlyozni. Tehát minden magyar felelős minden magyarért, és ezt szeretnénk ezzel egy ilyen közösségépítő dologként is kifejezni. Az adományokat továbbra is várják. Azok, akik segítséget szeretnének nyújtani a kárpátaljai magyar lakosságnak, szándékukat a Fokos Zenekar Facebook oldalán jelezhetik a zenekar tagjainak.